Immár 42. alkalommal kápráztatja el az érdeklődőket Magyarország egyik külföldön is méltán híres látványossága, a debreceni virágkarnevál. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Vladimir Csetkár, illetve Makrai Balást, a Főnisz rendezvényszervező KHT ügyvezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, ahogy a bevezetőben is említettem, 42. alkalommal várják az érdeklődőket Debrecenbe. Lesz-e valami újdonság? Kérdezem ezt óvatosan, mert egyáltalán igényli a közönség, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező program újdonságokkal szolgáljon? Természetesen igen, de a kérdés jó volt olyan szempontból, hogy alapjában éve ezt a rendezvényt nem szabad gyökereiben megváltoztatni, hiszen nem véletlenül immár 42. alkalommal rendezzük meg, úgyhogy az első 1905-ben volt, de természetesen a jogos igény az, hogy minden évben valamit egy kicsit frissüljön, újdonságok jelentkezzenek, ebben az évben is lesz ilyen, hiszen maguk a látogatók is tűzhetnek majd virágokat egy kompozícióra, illetve a Kölcsei Központ melletti Baltazár tér egy újabb rendezvény helyszín lesz, ahol igazi élő virágkötészeti bemutatókat lehet majd látni, virágkiállítást és a posgás növények, tehát a kaktuszoknak a kiállítását is. Úgyhogy mindig egy kicsit újítjuk ezeket az eseményeket, és természetesen a menetben is lesz majd újdonság. Visszatérünk még a programokra, de az egyik sztár vendég ugye Vladimir, aki először jár Magyarországon. Tegnap csütörtökön érkezett hozzánk, és a Szigeten, illetve Debrecenben lép fel szerdán, jövő hét szerdán 19-én. Vladimir, én azt olvastam, hogy imádja Budapestet, ezt nyilatkozta, de valójában csak most járt nálunk először. Milyennek találta? Milyennek látja? Budapest, I've heard a lot about Budapestről from nagyon friends sokat hallottam már barátoktól. És természetesen könyvekben is nagyon sokat olvastam a városról. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám az építészet, az építészeti megoldások, a gyönyörű hidak, amelyeket tegnap volt szerencsém megnézni. És hát úgy gondolom, hogy az egyik legjobb városnézés, amit Európában valaki meg tud tenni az európai építészet tekintetében. Úgyhogy tényleg gyönyörű. Az emberek is nagyon kedvesek, az étel is nagyon finom. Nagyon örülök, hogy most itt lehetek. Ez az első alkalom, de mindenképpen nem az utolsó. Nagyon nagy szeretettel várják szerintem Debrecenbe is, hiszen szerdán lép majd színpadra. A másik nagy sztár vendéggel osztja meg a színpadot. Kik lesznek ők? Vladimir után a Matt Bianco lép fel. A 19-e a virágkarneválai hétnek az a napja, amikor a legnagyobb sztárokat látjuk vendégül. Természetesen magyar fellépők is lesznek, már tegnap megkezdődött, és egészen 18-áig mindig este 8-kor a Kossuth téren díjmentesen látogatható nagy koncertek, a Boyki Brothers, a Mindhalálig Beatles, a Musical Gála Dolhai Attilával, és ők nagyon örülünk, hogy ilyen neves zenészek lépnek fel a virágkarneválon, és külön köszönöm, hogy gondolt ránk, hiszen virágos elsőbb érkezett ide, már készül ő is a virágkarneválra. És milyen dalokkal készül, milyen zeneszámokkal? Ha jól tudom, akkor februárban jelent meg egy lemeze, amely óriási siker, mondhatjuk ezt. Ezt a lemezt nagy zenekarra rögzítette, itt azonban egy sokkal meghittebb hangulattal vár bennünket. Meséljen erről. Yes, well, I'm gonna perform a material from the latest igen, album. Igen, a legutóbbi albumunkról, a We Will Never End című albumról fogunk előadni számokat. Természetesen ezen a lemezen nagyon nagy zenekari hangzások vannak, hiszen nagy zenekar van. But itt most másképp fogjuk előadni, pontosan azért, hiszen ez egy másik alkalom. Négyen fognak együttesből részt venni ebben, egy kicsit intimebb hangulatot fog biztosítani ez a nézőkkel, pontosabban a résztvevőkkel. És ez arra is lehetőséget ad, hogy ugyanazt a fajta benyomást tudjuk gyakorolni, illetve megélni, mint ők. Nagyon nagy várakozással tekintek. Nagyon várom már, hogy Debrecenben fellépjünk, hiszen olvastam erről a karneválról is nagyon sokat. És azt szokták mondani, hogy azok az emberek, akik szeretik a virágokat, azok szép emberek, jó emberek, ez egy magyar mondás, és Macedóniában azt mondják, hogy azok az emberek, akik szeretik a zenét, azok rossz emberek nem lehetnek, és semmi rosszat nem tesznek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok ember van, aki szereti a virágot, és nagyon sokan szeretik a zenét is, és ez mind a kettő meg lesz Debrecenben, úgyhogy mindenképpen nagy öröm, hogy ott léphetünk fel.
Említette, hogy egy kisebb formációval érkezett Magyarországra. Egy igazi nemzetközi csapatról van szó, ha jól tudom, 3 kontinensről érkeztek a zenészek. Mutassuk be őket honnan. Nos igen, valóban nagyon nagy öröm számomra, hogy ezekkel a kiváló zenészekkel dolgozhatok, hiszen közülük néhány barátom már a Berkeley-ben, a Bostoni Zeneakadémián töltött napok óta, és mindenki más és más személyiség, mindenki más és más hátterű. A Japánt Moto Fukushima képviseli, aki Kobéből érkezett Japánból. Ő az, aki egy kontinenst képvisel, ahogy ön is említette, gyakorlatilag Ázsiát. Ezen kívül Aaron Steele, aki a dobos, ő valóban kiválóan játszik funkot, soul-t, jazz-t, bármit, amit írok. És ő Brooklynból érkezett, ő afroamerikai, úgyhogy ő az Amerikai Egyesült Államokat és Afrikát képviseli bizonyos értelemben. Ezen kívül jó magam Macedóniából érkeztem, és a zongorista, a billentyűs Milan Milanovic pedig Szerbiából érkezett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó keverék, az energiánk valóban összeadódik, és nagyon nagy hatást tud gyakorolni egymásra is a játék közben, ez egy nagyon jó összhang, és ez általában átmegy a közönség felé is. Nagyon nagy várakozásra tekintünk az elé, hogy a munkám egy részét be tudja mutatni ezen barátokkal, ezen fiúkkal a közönségnek, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy Debrecenben felléphetünk remélhetőleg. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám, természetesen Vladimirt nem engedjük el anélkül, hogy játsszon nekünk. Én búcsúzom a nézőktől, pillanatokon belül felcsendül a zene. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! I don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather can get my poor self together. It's raining all the time. Life is bad. Blue and misery everywhere. Stormy weather can get my poor self together. It's raining all the time. If you stay away, the blue walking and went with. If you go away, the blue walking and went with. Yes, I only hope the Lord above will let me walk in the sun once more.